A 2019-es 2020-as tanév tavaszi szemesztere során a vírushelyzet miatt az Eszterházy Károly Egyetem is átállt a távoktatásra. A hallgatói önkormányzat rendszeres mérései és a hallgatói visszajelzések alapján gördülékenyen történt az átállás, mind a hallgatók, mind az oktatók jól alkalmazkodtak az online oktatáshoz. A szorgalmi időszak után a vizsgaidőszak is online módon zajlik ebben a fél évben. Azon hallgatók, akiknek nem áll rendelkezésükre megfelelő technikai háttér a vizsgázáshoz, jelezhetik az egyetem felé, ahol ilyen esetben biztosítják a hallgatónak a megfelelő eszközöket és lehetőséget a vizsga teljesítéséhez. Most zajlik az online vizsgáztatás, segítséget is adtunk a vizsgázóinknak, hallgatóinknak és az oktatóinknak is, hiszen egy nagyon részletes javaslatot tettünk közzé rektori utasításban, hogy segítsük az online vizsgáztatás zökkenőmentes lebonyolódását, vagy lebonyolítását. Megadtuk azt a platform javaslatot, amin az írásbeli vizsga történhet, ez a Moodle, és a szóbeli vizsgára történő javaslatot is, ez az Office 365, a Microsoft Teams. Persze ettől eltérhetnek a szervezeti egységek, az adott szakok, hogyha igénylik, más platformot is választhatnak. Egyébként a vizsgára jelentkezés ugyanúgy zajlik, mintha jelenléti alapon történne, tehát a Neptunban jelentkeznek be a hallgatók. Természetesen az online vizsgáztatás körülményeit nagyon pontosan meg kellett határoznunk, hogy a hallgatónak is kötelessége az, aki vizsgázni szeretne, hogy biztosítsa azt a számítógépes szoftver és hardware feltételt, amivel, illetve a internet elérést, amivel zökkenőmentesen történhet az online vizsgáztatás. Amennyiben ebben zavar keletkezik, akár az internetszolgáltatás okán, főként az, ami a hallgatói felelősségen kívül esik, akkor erre újabb lehetőséget biztosítunk. Idén a szakdolgozatokat kizárólag elektronikusan nyújtották be a végzősök, ezeket online módon védhetik meg majd a hallgatók. Viszont a záróvizsgát vizsgabizottság előtt a veszélyhelyzetben érvényes védekezési szabályok betartásával szervezi meg az egyetem. Így a záróvizsgákat idén részben online, részben jelenléti módon tartják meg. Azon végzős hallgatók számára, akiknek valamilyen technikai hiba vagy a veszélyhelyzet miatt nem teljesített kurzus meggátolja a záróvizsga teljesítését, augusztus 31-én lehetőségük van, hogy újra megpróbálják a záróvizsgát. Azok a kedves nézőink, akik követik az EKE-EHÖK oldalát, már hallhattak a külhoni programról, de most bővebben Szűcs Viktória fog nekünk mesélni, aki az EKE-EHÖK sajtó és kommunikáció felelős képviselője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést, Viki. Én is köszönöm, hogy megkerestetek. Akkor először is beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a program. Ez a program egyébként a HÖK-tól származik, pontosabban a HÖK küldte nekünk ezt a kezdeményezést, miszerint a Székely Nemzeti Tanács egy petíciót indított arra, hogy az unió kohéziós politikája kezelje kiemelten azokat a nemzeti régiókat, amik megkülönböztetett figyelmet igényelnének abból a szempontból, hogy ugye etnikai, vallási, kulturális és nyelvi hátrányokban részesülnek sajnos. És egyébként ez egy polgári kezdeményezés, független bármilyen párttól, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos petíciót indított. Ugye a mi egyetemünk is csatlakozott ehhez a petícióhoz, erről mesélj egy picit. Mikor csatlakoztunk, jelenleg hol tart ez a projekt? Hát mi Kisdalma képviselőtársammal készítettünk egy felhívó videót, ami számomra nagyon nagy élmény volt. Egyébként én narrálhattam és rakhattam össze a snitteket a videóhoz, és ezúton is szeretném megköszönni a Lici TV-nek a segítséget, hogy elkészülhetett ez a kis felhívó videó. És egyébként bárki bármikor támogathatja ezt a kezdeményezést, és buzdítok minden olyan hallgatót, akinek szíve ügye egyébként a külhoni magyarok helyzete. És a kis videó után milyen visszajelzések jöttek esetleg a hallgató, vagy akár a képviselőtársaitoktól? Hát a HÖOK-tól kaptunk egy levelet, amiben nagyon hálások voltak azzal kapcsolatban, hogy mi kiálltunk a kezdeményezés mellett, és egyébként személy szerint én is nagyon fontosnak tartom, hiszen a hagyományok ápolása és tiszteletben tartása és fennmaradása a nyelvünknek és a kultúránknak szerintem nagyon fontos. Továbbra azért tartottuk fontosnak egyébként, hogy bekapcsolódjunk ebbe a programba, hiszen külhoni diákjaink is vannak, és olyan diákok is, hallgatók pontosabban, akik akár Erdélyben tartózkodnak most Erasmusos programmal, vagy bármilyen más programmal, és úgy gondolom, az ő helyzetüket is figyelembe véve fontos, hogy egy ilyen kezdeményezés mellett kiálljunk. És mit tehetnek azok a hallgatók, akik most hallottak először erről a kezdeményezésről, hogyan tudnak csatlakozni, vagy kit keressenek ezzel kapcsolatban? A Nemzeti Régiók oldalán elérhető mindenfajtaféle leírás a programmal kapcsolatban, illetve van egy kisebb összefoglaló is az oldalon, ami egy kicsit hallgatóbarátabb, ha lehet így mondani, és közérthetőbb, illetve úgy gondolom, hogy mi próbáltuk összefoglalni a felhívó videónkba a programnak a célját és a lényegét is, úgyhogy úgy gondolom, hogy így közérthető lett mindenki számára. És mik a jövőben itt tervek? Esetleg egy újabb felhívó videó, vagy mi a következő pont, amit meg akartok valósítani ezzel kapcsolatban? Hát jelenállás szerint a kezdeményezés sajnos nem 100%-ban sikeres a mostani állás szerint, mivel nem gyűlt össze az a mennyiségű aláírás, és a népességarány nemzeti küszöbét nem ütötte meg az aláírások száma, mivel ugye csak 4 darab ország csatlakozott a kezdeményezéshez, és 4 darab országba sikerült 1 millió aláírást összegyűjteni. Kiemelném Magyarországot, hiszen mi is közte vagyunk, és ez külön öröm számomra egyébként, illetve Szlovákia és Románia is elérte az 1 milliós küszöböt, viszont még 4 darab országot kéne mozgósítanunk ahhoz, hogy ez a program elérje a célját, és az autonómiát gyakorolhassa akár Székelyföld, és ugye a program további céljai megvalósuljanak. És hát most abban bízik a Székely Nemzeti Tanács, hogy a vírushelyzetre való tekintettel kitolják ezt a kezdeményezésnek a felbocsátását az Európai Parlamentbe, mert ugye egy bizonyos küszöb után foglalkozhatnak ezzel az üggyel, de utána már kötelező. Akkor tehát, ha jól értem, az lenne a legnagyobb segítség, akár a hallgatóktól, akár azoktól, akik most látják ezt a műsort, hogyha terjesztenék ennek a hírét, hogy minél több emberhez eljusson. Igen, pontosan. A mostani időszakban sajnos így a vizsgaidőszakra való tekintettel egy kicsit ellaposodott, de mindenképp utána járunk, hogy pontosan most nekünk még a továbbiakban van ezzel kapcsolatosan feladatunk, de azt hiszem, tegnap néztem meg, és még lehet a támogatom gombra való kattintással támogatni ezt a kezdeményezést. Egyébként nem telik 1 percnél több időben ez a kezdeményezés támogatása, úgyhogy buzdítom azokat, akiknek szívüknek kedves ez a dolog. Úgyhogy tényleg szeretnénk még a továbbiakban is emellett kiállni. Ha valaki esetleg segíteni szeretne, de mondjuk nem találja meg ezeket az oldalakat, amiket most említettél, akkor az EKE-EHÖK oldalán gondolom azért megtalálja a felhívásokat. Igen, pontosan. Illetve még a HÖOK külhoni programját, ha rákeres, megtalálja Facebookon, és ott is pontosabb és részletesebb információkat kaphat. Hát remélem, hogy mi is tudunk segíteni akár ezzel az interjúval egy pár aláírás hozzásegítéséhez, és köszönöm szépen, hogy beszámoltál nekünk erről a programról és erről a kezdeményezésről, és sok sikert nektek! Nagyon szépen köszönjük! Hell Miksa születésének 300. évfordulójára készült el az a kiállítás, mely a csillagász életét és munkásságát mutatja be. Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy a Tittel Pál Könyvtár második emeleti részlege előtti tárolókban egy-egy jelentős személyiséget fókuszba állítva közös kiállításban mutatja meg vonatkozó köteteit az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtára és a Főegyházmegyei Könyvtár. A melléjük helyezett tablók szövege ezében az egyetem különböző tanszékeinek összefogásából született, a Kulturális Örökség és Művelődés Történeti Tanszék vezetőjének irányításával. A csillagászati témának köszönhetően a Varázstorony is segítette a kiállítás megvalósítását. Vannak itt olyan régi nagy nevek, mint akár Karászi, akár Nádasi tanár úr, és Zétényi Endre neve is, ahogy én magam is foglalkoztam vele és forgattam a szakirodalmat, többször visszatért. Nagy örömünkre Gál Tibor éppen az, aki a könyvtár névadójáról, Gál Tibor ugye ő a könyvtárunk főigazgató helyettese, készített a Líceumi Szellemiség sorozatban egy írást, és azt gondolom, hogy akár Montedegui Albert Ferencnek a neve, akár Tittel Pálnak a neve Hell Miksa mellett nagyon jól kitágítja ezt a kört, és megmutatja azt, hogy a helyi csillagászaink, és egy kicsit talán, ha lehet így fogalmazni, Hell Miksa öröksége hogyan köszön vissza. A cél Hell Miksa alakjának és egri kötődésének bemutatása volt, hiszen a kiállítás sajátosságát éppen a helyben felelhető dokumentumok és tárgyak adják. A tablókon megjelenő szövegek bemutatják a jezsuita szerzetes életét, sokoldalúságát, külön kiemelve természettudósként tett vardói útját és Egerre gyakorolt hatását, a Líceumban végzett munkáját. Végig vezetjük a látogatóinkat, egyrészt Hell Miksa életén, de külön szerepelt a polihisztor és a sokoldalú tudós kifejezés is, aztán két tablón ez vissza is tér, mert hihetetlenül sokoldalú emberről van szó, és amellett, hogy ő egy hitű katolikus jezsuita szerzetes volt, eközben csillagászati szakember, és emellett a bányamesteri, mert hogy bányamesteri családból származik, illetve a földrajzi felfedezései is egészen különlegesek, és a megfigyelései, és emellett az ő tanári munkája is egyébként, hogyha már itt az egyetemen beszélgetünk erről. Úgyhogy ezt mind megismerhetik, és említettem a Csillagászati Különgyűjteményt, könyvtárosként ez nekem különösen is fontos. Úgyhogy erről is született egy tabló, és nagyon fontos, hogy Eszterházy Károllyal folyamatos levelezésben volt Hell Miksa, és két fordítását az ő levelezésüknek itt közzétettünk, illetve természetesen most elérhető a Tittel Pál Könyvtár honlapján, illetve az egyetem honlapján is. A tárolókba helyezett korabeli művek, eszközök, illusztrációk képei visszarepítenek Hell korába, de elvezetnek a mindennapokhoz is, hiszen az egyetem munkatársaitól származó publikációk és a Varázstoronyban készült fotók már a 21. század valóságát tárják a látogató elé. A Csillagászati Torony egy nagyon fontos együttműködő partner volt a témából adódóan ebben az évben, úgyhogy több kiadványban, és egyébként akár tényleg szinte ezek is egészen friss és legutóbbi kiadványnak tekinthetőek, illetve vannak ilyen meghatározó munkák, meghatározó szerzők tollából, amelyeket itt az intézmény munkatársainak a publikációit tartalmazó tárlóba elhelyeztünk. Vida tanár úrnak például a neve visszaköszön, és nagyon örülünk annak, hogy a Varázstoronynak ez a mostani élő arculata is megjelenik a kiállításunkban. A tárlat a Líceum épületének második emeletén található, és egyelőre virtuálisan látogatható az uni-eszterházi.hu oldalon. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos szervezete pályázatot hirdetett az egészségügyi szakdolgozók számára. A pályázatra azon szakdolgozók jelentkezését várták, akik részt vettek a COVID-19 járvánnyal fertőzött betegek ellátásában és a kapcsolódó járványügyi intézkedések végrehajtásában, illetve általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermekük vagy gyermekeik vannak. Tulajdonképpen az új típusú koronavírus járvány kezdete óta számos felajánlás érkezett az egészségügyi szakdolgozók számára. Ezek többnyire lokális felajánlások voltak, tehát a helyi vállalkozások, helyi lakosok próbálták segíteni az egészségügyi szakdolgozóknak a mindennapi életét, munkatevékenységét. Ez a mostani felajánlás azért különleges, mert ez nem egy helyi szintű, hanem országos szinten tudunk szétosztani 1000 táblagépet. Ez az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének köszönhető, közös koprodukcióban a Magyar Telekommal, illetve a Samsung Magyarország képviseletével. Heves megyében 130 szakdolgozó adta be jelentkezését a pályázatra, melyből 28 pozitív elbírálásban részesült. Tudomásom szerint Heves megyéből 130 szakdolgozó adta be a pályázatot, ebből sikeres 28 pályázat lett. Mi nagyon örülünk neki. Hát tehát ez igazán egy elismerés a szakdolgozóknak, hisz amúgy is egy elég nehéz körülmények között dolgoztak, és ez méltány az, hogy elismerjük a nehéz munkájukat, és azt, hogy a szakdolgozók hirtelen jött a járvány, és tudjuk, hogy milyen nehéz volt otthon megoldani a távoktatást eszközhiányába, és ezzel, ha most érkezett, akkor is tudunk segíteni, és nem csak az a 28 szakdolgozó és mi az elnökség örülünk, hanem örül annak a 28 szakdolgozónak a gyermeke is. A nyereményeket Egerben vehették át az egészségügyi dolgozók, volt, aki gyermekét is elhozta a díjátadóra. Nagyon örültünk neki, és nagyon megkönnyíti a mindennapjainkat, mert így a gyerek is önállóan fog tudni tanulni otthon. Nekik Discordon keresztül megy az oktatás, tehát a tanárnénivel tartják mindig az órákat, és ezen könnyebben fog tudni ő is tanulni, és a leckéket is visszajuttatni. Akkor most téged kérdezlek, mit szólsz az, hogy nyertetek egy tabletet, és hogyan fogod tudni majd felhasználni a mindennapokban? Örülök neki, és a további napokban a tanulásra szeretném felhasználni. A MESZK országos szervezete a tableteken felül orvosi szájmaszkokkal, kéz- és felületfertőtlenítőkkel, valamint védőkesztyűkkel is támogatja az egészségügyi szakdolgozókat.